Hölgyeim és uraim, ennek a műsornak lesz egy állandó rovata, amelynek az a címe, hogy Sztár szembesítés. Fogadják szeretettel Havas Henriket. Jó estét kívánok! Bizonyítsa be, hogy jön az igazi Havas. De vigyázzon, hogy el ne unjam magamat. Havas úr, egyébként ez egy érdekes interjú, hiszen majdnem akkora, mint én, akkora király. Mondja el, hogy mit csinál olyankor, amikor semmit se csinál. Hogy mondjam önnek, szokott érdekes furcsaságokat, mondjuk borotva habot gyűjteni, vagy valami hülyeség. Tessék parancsolni. Egyébként a hajunk az hasonlít. Én is ilyen. Egyébként én is így szoktam befésülni a hajamat. Egyébként én is voltam tanár, jártam önhöz, ugye? Jól emlékszik. Tessék parancsolni. Hát arra nem készültem fel, hogy nem fog reagálni. Hát így nagyon cikis a helyzet. Úgyhogy marad a lazaság és az önbizalom. Mondd-e valamit erre, vagy tovább csináljam ezt a vergődést. Tessék parancsolni, Havas úr. Próbálja meg úgy ülni, ahogy én. Igen. Nem nehéz. Tessék parancsolni, Havas úr. Miért csinálja ezt a szemével, ha megkérdezhetem? Ez honnan jött? Ez még a tényfeltárókorból, vagy a napkeltéből? Jó, önök álljanak le, egyáltalán nem volt vicces, amit mondta, nem akarom kioktatni önöket, nagyon sótlanok. Köszönjük szépen, tanár, nagyon, szépen. Nagyon köszönöm. Köszönjük. Egyébként nehezen vállaltam önöknek a riportot, maga kiskuki. Köszönöm.